Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 24 ezer hektáron termelnek almát a gazdák, így a gyümölcs szempontjából ez számít a legmeghatározóbb térségnek hazánkban. A tavaszi fagyok után felmérték a megyében is a termést, akkor azt jósolták a szakemberek, hogy közepes mennyiség lesz a fákon. Most még ettől is kisebb mennyiséggel számolnak. Több helyen érte a fagy azokat az ültetvényeket is, ami még akkor nem látszott, azt ilyen diónagyságnál, amikor egyébként is van természetes hullás, akkor nagyon meghullottak azok a gyümölcsösök is, amit még azt gondoltunk, hogy nem lesz. Most úgy tűnik, hogy az a, hogy közepes körüli termés lesz, inkább az alattiak válnak valóra. Az étkezési alma pedig még nagyobb arányban, ugyanis sok helyen okozott kárt a jég, és egy korai tavaszi időszakban még a csapadékkal is küzdöttünk, az is besegíthetett abba, hogy egy kevés gyümölcs maradt a fán. A jelenlegi számítások alapján nagyjából 450-500 ezer tonna almával számol az Agrárkamara országos szinten, de nem csak hazánkban, Európa más országaiban is lényegesen kevesebb a termés az előző évhez képest. Magyarországon egyébként az átlaga 600 ezer tonna volt az elmúlt 10 évben. Volt olyan év, amikor csekélynek számító 300 ezer tonna volt a gyümölcs, tavaly pedig a kiemelkedő számot, mintegy 900 ezer tonnát tudtak betakarítani. A léalma ára a megyében jelenleg 28 forint, de ez csak egy feldolgozó cég garantálja, a többi jelenleg még nem alakított ki árat. Keresni fogják akár még lengyel kereskedők is az almát, úgyhogy nem lesz sorbaállás a feldolgozó üzemek előtt, és én úgy gondolom, hogy a tavalyi indulóárnak még a duplája is lehet akár a kezdő ár is. Ez azt jelenteni, hogy egy 30-35 forint körül lehet a kezdő ár is. Bár törvény írja elő ettől az évtől, hogy szerződést kell kötni a feldolgozó üzemeknek a gazdákkal, ez mégsem történt meg. Rácz Imre szerint az jelentene erre megoldást, ha valamilyen hatóság szigorúan ellenőrizné a szerződéskötést. A tavalyihoz hasonló demonstrációra ennek ellenére sem kell számítani, mivel a mennyiség idén nem éri el az elmúlt 10 éves átlagot.